kultúrösvény mai adásában elsőként Nagyberegre utazunk, ahol az adventhez kötődő asztaldíszek készítésének hagyományát elevenítjük fel. Innen Beregszászba a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház Veszett Brigadéros című előadásának premierjére látogatunk. Ezután Ungváron részt veszünk a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége által szervezett ihletés elnevezésű kétnapos kulturális programsorozaton, majd Mikulás napi fókocsmába látogatunk a Váralja Kávéházba. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntünk mindenkit a tájházba! Az advent a karácsonyra való készülődés időszaka. Jézus születésének és eljövetelének várakozására utal. Ebben a karácsonyt megelőző 4 hétben a néphagyományok szempontjából több fontos napot tartanak számon. Azonban ezek mellett elterjedt szokás vidékünkön az is, hogy már advent első vasárnapjára ünnepi díszítést kap a lakás az adventi koszorú, vagy épp egy asztaldísz által. A mai nap folyamán először is asztaldíszeket fogtok készíteni. Ezt a hagyományt elevenítették fel a Prokultúra Subkárpátika civil szervezet munkatársai a Nagyberegi Tájházban. A beregszászi 6-os számú iskola tanulóival kézműves foglalkozáson hangolódtak az adventre, ahol mindenki maga készíthette el az ünnepi dekorációt, amit aztán haza is vihetett. A szervezők ügyeltek arra, hogy többnyire természetes anyagokat használjanak fel. Dió, gríz, toboz, valamint fenyőág volt a legtöbbet használt kellék. Ma az adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan már asztaldíszeket, adventi koszorúkat, kopogtatókat készítünk. Körülbelül egy óra alatt szerintem mindenki végez, attól függ, hogy mibe kezd, meg milyen alapanyagokat használ, mert ugye a gyerekek szoktak így rá ülni egy-egy dologra, elég sokáig tudnak vele bibelődni, hogyha sok az alapanyag, de azért így egy órán belül nagyjából el szokott készülni. Most például csinálunk ilyen kis grízes karácsonytobozokat, ez is ugye dísz lesz az asztal díszhez, tehát így rá fogjuk tenni. Meg a ragasztás maga, ez hogy a gyertyát szép óvatosan tudjuk belehelyezni a szögbe, ami ott ugye előre van ütve. Tehát ezek azért ilyen aprólékos, finom motorikai mozgásokat igényelnek. A gyerekek nagy izgalommal láttak neki a munkának. Tanáraik szerint fontos, hogy a kézügyesség fejlesztése mellett a foglalkozásokon megtanulják értékelni a kézzel készített ajándékokat. Nagyon fontos, hogy a gyerekek valóban az advent időszakában és a karácsony időszakában megismerjék azt a kultúrát, azt az időszakot, amikor valóban a várakozásról szól. Amikor várakozunk valamire, ami kiteljesül a szeretetben. És fontos az, hogy nekik megmutassuk, hogy mi is az a szeretet, vagy mi is az a kultúra, amit képviselni kell, és hogy tovább kell adjanak a következő nemzedékeknek. Ha megkapják azt a megvett dolgokat, amiket nem ők készítenek el, azt hiszem nem is fogják tudni értékelni ezeket a dolgokat, de ha ők maguk dolgoznak meg vele, akkor látják azt a munkát, azt az erőt, amit ők tesznek bele, hogy az az enyém, én készítettem, és akár a szeretteimnek is át tudom adni. Ezt megértették a gyerekek, hisz a karácsonyt, valamint az arra való készülődést ők is meghitt családi körben tervezik. Együtt szoktunk ilyen mézes kalácsokat sütni, meg együtt szoktuk a fák díszíteni, meg minden ilyesmi. És otthon is szoktatok ilyen kézzel készített ajándékokat csinálni egymásnak? Miket? Igen. Hát szoktunk ilyen, hogy egy kis dobozba belerakunk valamit, becsomagoljuk, és akkor felakasszuk a fenyőfára, és ráírjuk a nevét, hogy kinek ajándékozzuk. Minden adventkor szoktunk csinálni koszorút a családba. Fontos, hogy együtt ünnepeljen a család? Nagyon fontos nekünk, hogy így mindig együtt vagyunk. Én mondjuk cserkész vagyok, és ugye nekünk van az olyan cserkész advent, és akkor mindig találkozunk. Ilyenkor mindenki mindenkit szeret. A Nagyberegi Tájház szervezői nagy hangsúlyt fektetnek a kultúránkhoz kapcsolódó ünnepekre, szokásokra. Főként igaz ez a karácsonyra, mely a keresztény egyház egyik legkiemelkedőbb ünnepe. Így az adventi időszakban több tematikus foglalkozásra is várják az iskolásokat. A Nagyberegi Tájház témái és foglalkozásai középpontjában most már mindenképpen az advent, az ünnep, a készülődés lesz terítéken, úgyhogy minden héten olyan programot szervezünk, amely valamelyes kötődik a karácsonyhoz.
Mindenek előtt próbáljuk egy kicsit őket ráhangolni a rohanó mindennapokban, az ünnepre, a karácsonyra, az együttlevésre, a kicsit a beszélgetésre, hogy egymásra is figyeljenek oda, a családra is figyeljenek oda, ne csak mindenki az önmagával próbáljon foglalkozni. Amíg a gyerekek a tájházban ügyeskedtek, addig a nagyberegi Piroska néni igazi csemegét, kemencében sült zserbót készített a kis vendégeknek, amit a nap végén közösen fogyasztottak el. Ez a foglalkozás jó alkalom volt arra, hogy a gyerekek kézügyességük fejlesztése mellett megismerkedjenek népi hagyományainkkal, valamint ráhangolódjanak a közelgő ünnepre. Beregszászon a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színházban a Veszett Brigadéros című darabbal zárul az idei szezon, amely a Rákóczi emlékév alkalmából készült. Hamarosan a premierre látogatunk. Zsúfolásig megteltek a Beregszászi Magyar Színház folyosói a Veszett Brigadéros című darab premierjére. Ne keresd a bajt! Már most hiányzol! Ez az én szerencsém. Nem gyártunk havonta 2-3-at, nincs évi 8 meg 16 bemutatónk, évente 2 szokott lenni, esetleg 3, de azokra legalább van kapacitásunk, azokra oda tudunk figyelni, és tisztességgel ennyit tudunk megcsinálni. Van Kárpátalján színház kedvelő közönség? Megtelik a terem egy-egy előadás alkalmával? Természetesen van, hogy ne lenne, sőt, én úgy látom, hogy évről évre egyre többen vannak, hála Istennek. Nem tudom, mi az oka ennek, hogy évről évre több embernek van lehetősége egyénileg kimozdulni otthonról és eljutni a színházba, vagy most kezd eljutni a színház létezésének a híre sok emberhez, nem tudom, de tény, hogy egyre többen jönnek, mindig telt házzal játszunk, tehát sokszor el kell utasítanunk néhány embert, hogy sajnos most nem, de talán majd legközelebb, úgyhogy ebben a tekintetben nincs van az, hála Istennek, jönnek színházba és szeretnek minket. Ez volt az első alkalom, amikor a Kárpátalja Néptánc Együttessel közösen dolgoztunk. Óriási élmény. Óriási élmény, hogy két kárpátaljai illetőségű művészeti intézmény összefonódik ilyen módon, egy közös munkában, és én nagyon boldog vagyok, és nagyon bízom abban, hogy ennek jövője lesz. A Veszett Brigadéros című darab Esze Tamás legendáját és Rákóczi korát eleveníti fel kortárs rendezésben. Kiváló példa a hazaszeretetre és a kitartásra, ahogyan a Beregszászi Színház munkája is. A társulat számos díjat nyert hazai és nemzetközi fesztiválokon egyaránt, és olyan művészeket nevelt ki, akik a magyar nemzet legnagyobb színházaiban is megállják a helyüket. Kárpátaljához ragaszkodunk szívvel, lélekkel. Esze Tamás példája, meg azt hiszem, hogy mindannyiunknak példája kell, hogy legyen mindig. Ugyanúgy, ahogy a 18. század elején, ugyanúgy a 21. században is példa egy ügy mellett kiállni szívvel, lélekkel, és akár az embernek az élete a vére árán is megmaradni abban a hitben, ami mellett zászlót bont. Mindegyik darab hordoz üzenetet, és mindegy, amelyik előadás nem hordoz üzenetet, az feleslegesen született meg. Az meg, hogy hazafias, meg nem önzeti öntudat ébresztő, meg megerősítő előadást kell csinálni Kárpátalján, azt hiszem, hogy ez ma nagyon fontos. Nagyon fontos. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy fontos ügy mellett bontottunk most zászlót, és ebben az érdekes fúzióban, hogy itt a Kárpátalja Tánc Együttes csapódott hozzánk, nagyon boldog érzés azt látni, hogy hála az Úrnak meg a szervezésnek, a nézőtér mindig tele van, de most a színpad is tele volt, és néha még úgy keresni is kellett az embernek, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó és új dolog ez. Én nagyon örülök neki, hogy ez így megtörténhetett. A Beregszászi Színház 27 éves működésének köszönhetően Kárpátalján megteremtődött a magyar színházi kultúra és a színház iránti igény. Rákóczi év van, és hát az a Kárpátalján Beregszászi Színháznak azt hiszem, hogy egyfajta kötelessége volt ezzel valamit, ilyen darabot az évfordulóra, az évre
rendezni, és hát különlegesen megtiszteltő számunkra az, hogy ez egy ős bemutató, ugye, hiszen a szerzőpáros azok erre az alkalommal írták ezt a darabot, és hát kíváncsian várom az előadást, és remélem, hogy nagyon sokan meg fogják nézni, és emlékezni lehet Rákóczira, Esze Tamásra és a Rákóczi Szabadságra az eseményeire. Hát nagyon furcsálják azt, hogy vannak Kárpáti Magyarországnak színházasokkal, hiszen egy ilyen kis városban, ilyen kis közösség nem sok helyütt van. Az országban nem csak a színházunk van, hanem egy nagyon jó színházunk, amiben már sok rendező, színész indult el. És azt hiszem, hogy a közösség számára és a Kárpáti Magyar közösség számára is fontos, hogy legyenek ezek az előadások, amely mégis egyben egyfajta közösségi építőerőt is jelentenek, részben pedig az, hogy lehet ezeket a kiváló előadásokat élvezni. Köszönöm a felvilágosítást! De most aztán már vigyázz a szám! Ugyan mi? Most tudtam meg tőled, hogy én is kuruc vagyok! Ha már pénzén azért segítő sem kapok! Nagyon hálás vagyok egyrészt a felkérés miatt, ami a Kárpátaljai Magyarok Szövetsége és a Berekszászi Színház részéről jött. Másrészt nagyon hálás vagyok E. Katilla írónak és Sikentán Szilveszter koreográfusnak, akik elképesztő erővel és fantasztikus tudással voltak mellettem ezen a nagyon rövid, de nagyon intenzív úton. Ugyanis tulajdonképpen a felkéréstől számítva a 3 hónapon belül, tehát most a darab megírását is ebbe beleértem, 3 hónapon belül most itt vagyunk Berekszászban, itt vagyunk a Berekszászi Színházban, és megpróbáltuk ezeket az elemeket összerakni. Volt egy vízió, ami csodálatos volt, volt egy fantasztikus tudású koreográfus, aki nagyon autentikus őre volt ennek a produkciónak, hogy csak olyan dolgok kerüljenek be, vagy legfőképpen olyan dolgok kerüljenek be, ami felvállalható, a hagyományőrzés, az örökítés címén is, és hát én pedig megpróbáltam rendezőként egybeszervezni az egészet. Nem esik annyira nehezemre különben, hiszen mozgástervezőként is dolgozom, úgyhogy pontosan tudom, hogy hogyan kell megszólítani a testet, és remélem, hogy azt is tudom, hogy a lelket és a nézők lelkét is. Kicsit ez az én otthonom és az én hazám, mert ismerem őket, mert tudom a gondjaikat, mert befogadtak, mert én is a szívembe fogadtam őket, mert itt vagyok 11 éve, és mert az én szívbeli szerelmem és férjem is innen jött, a Berekszászi Színház tagja mind a mai napig, Ivaskovics Viktor. A Veszett Brigadíros című előadásban a tánc és a színház együtt jelenik meg, a Kárpátalja Tánc Együttes közreműködésével. Nem sokára Ungvárra utazunk, ahol a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének szervezésében Ihletés címmel rendeztek irodalmi, valamint zenei estet. Megmarazok. Fáj. Fáj, mint mikor sót szólnak élősebbre, vagy húzzák kínzatású szélesebbre. A verseké volt a főszerep Ungváron, a Váralja Kávéházban, ahol a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének szervezésében Ihletés címmel rendeztek irodalmi estet. A kétnapos kulturális programsorozat első napján az egyetemisták kedvenc magyar versüket olvasták fel, illetve szavalták el társaiknak. Már egészen középiskolás korom óta szavalok, mindig jártam szavalóversenyekre, egyházi szavalóversenyekre, és ez a vers, amit most szavaltam, ezt már gimnáziumban többször szavaltam, nagyon közel áll a szívemhez, és nagyon szeretek szavalni. Szerintem elég népszerű manapság is még a versmondás, ugye, hogyha a magam példájából indulok, én is nem filológus vagyok, hanem nemzetközi kapcsolatok szakon tanulok, de mégis közel áll a szívemhez a versmondás, és szerintem nem manapság sem ciki, a 21. században sem szavalni. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfognak, skalát hozott szívem, gyönyörű. Az irodalmi est jó alkalom volt arra, hogy a fiatalok egy kötetlen beszélgetés keretében megismerjék egymás ízlését, érzésvilágát, amelyről a választott versek is árulkodtak. Én József Attila Tiszta szívvel című versét szavaltam el ma, és szerintem ez egy gyönyörű vers. Ugyebár József Attila ezzel a versével vált híressé, és szerintem nagyon szépen kifejeződik benne az a kétségbeesés és az a lázadás, amit ő akkor érzett az akkori időkben, a külső hatásként ugye érték őt. És hát az érzelmei kifejeződnek benne, és számomra ez nagyon inspiráló tud lenni. Szerintem nagyon fontos, hogy sok verset ismerjünk és olvasunk, hiszen a lelkünk válik ettől szebbé, és
meg könnyebben is ki tudjuk magunkat fejezni azáltal, hogy megismerjük, hogy mások emberek érzéseit, betekintést nyerhetünk a világukba, és ez szerintem egy nagyon szép dolog. Ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lőrinc Ingrid a szervezet elnöke szerint az irodalmi értékek bemutatásán túl a rendezvény fontos célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a különböző karokon tanuló magyar diákokat. A Kárpátai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége már a kezdetektől fontosnak tartotta azt, hogy a közösségi estek valamilyen tematika szerint kerüljenek megrendezésre, így már sokadik alkalommal voltunk itt az ihletés kulturális programsorozatunkon. Ez azért hagyományos, hiszen folyamatosan itt a Váraja kávézóban szervezzük meg. A korábbi években állandóan április-május környékén fordulóján volt megrendezve, idén viszont úgy gondoltuk, hogy tökéletes alkalom az adventi időszak egy hűvös este arra, hogy versek olvassunk fel, kedvenc versünket meghallgassuk, illetve mások kedvenc verséről tudjunk tehát mások kedvenc versét tudjuk meghallgatni. Így az ihletés kulturális programsorozatunk első napja, azaz irodalomról szólt, az irodalom köré építettük, a második nap pedig a tánc, illetve a zene köré fog épülni. Ez pedig már a rendezvény második napja, ahol az ifjú zenészek kaptak lehetőséget, hogy megcsillogtassák tehetségüket. Különböző hangszeres előadásokban csendültek fel a klasszikus zenedarabok és a napjainkban közkedvelt modern dallamok egyaránt. Kétnapos rendezvényen nem csak a kulturális értékek kerültek előtérbe. Fontos szerephez jutott az emberi kapcsolatok ápolása, valamint a közösségépítés is. Mikulás napi folkkocsmával zárta a 2019-es évet a Hagyományok Háza hálózat Kárpátalja Ungváron. Ide látogatunk nem sokára. Mikulás napi folkkocsmával zárta a 2019-es évet a Hagyományok Háza hálózat kárpátaljai részlege Ungváron. A rendezvénynek a Váraja kávézó adott otthont. Az est vendégművészei a kolozsvári Tokos zenekar volt. Az immár 5. éve működő táncházmozgalom eseménydús évet tudhat maga mögött. 5. éve, hogy működik a folkocsma mozgalom Kárpátalján, ebből adódóan igyekeztünk minél szélesebb körű választékban megmutatni a vendégelőadókat. Voltak itt Debrecenből, voltak Budapestről, voltak Vajdaságból az idei éven, és ugye most pedig Erdélyből is érkeztek hozzánk. Ez már a második csapat egyébként Erdélyből, mert annó Székelyföldről érkezett májusban egy nagyobb csapat, most pedig így az év végét szintén Erdéllyel zárjuk, úgyhogy így az erdélyi testvérekre nagyon különlegesen rátaláltunk. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban a magyar-magyar kapcsolatok építésében is segít számunkra, hiszen erősítjük a határon túli magyar kapcsolatokat, illetve a kárpátaljai táncházmozgalmat ezzel is próbáljuk erősíteni, és itt Ungváron, a Szorványban, illetve a Beregszázban is próbáljuk megerősíteni a magyar identitást ezzel a programmal is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nem egyszerű éven vagyunk túl, de mindenképpen élményekben gazdag és dús évet zárhatunk, illetve hát egy kisebb jubileumot számunk részen 5 éve, hogy a folkocsma programot szervezzük, és hát jövőre sem fogunk unatkozni, hiszen már annyit elárulhatok, hogy egy igazán különleges mi fiunk borja, de egész talán már azt mondhatom, hogy világon ismert zenekar fog érkezni hozzánk februárban, és velük fogjuk megkezdeni a jövő évi évadot, úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, hogy aki még nem jött el, azt tegye meg, aki meg volt, az meg feltétlenül jöjjön majd velünk újra februárban. A Fölszállott a páva tehetségkutató 2014-es nyertesei először jártak Kárpátalján. Repertoárjukban a magyar népzene mellett a Kárpát-medence sokszínű népdaltára is megtalálható. A zenekar többnyire erdélyi muzsikát játszik, de a ma esti koncerten megpróbáljuk majd minél szélesebben bemutatni azt a népdalkincset, ami az egész Kárpát-medencében megtalálható, de többnyire erdélyi zenéket fogunk játszani ma is, és hoztunk egy kicsi románt, meg cigány népdalt is, de nagyrészt magyar népzenével fogjuk szórakoztatni majd a vendégeket.
A zenekar megalakulása szinte törvényszerű, felmenőik a népzene kutatói és népszerűsítői is egyben. A zenekaron belül szerintem mindenkinek visszamenőleg a szülei, nagyszülei, dédszülei is ezzel a kultúrával foglalkoztak. Tehát zenei nevelésben vettünk részt gyerekkorunk óta, mindenkinél szólt otthon a népzene, a könnyű zene, a klasszikus zene, és hát a szüleink táncosok voltak, táncoltak, a táncház mozgalom alapítói és részesei, ezért mi is ebbe belenevelődtünk, úgymond, mi is elkezdtünk táncegyüttesbe járni, táncot tanultunk nyári táborok alkalmával, ellátogattunk, akkor ott már láttuk a zenészeket, találkoztunk, mivel tudtunk már hangszeren játszani, ezért vonzott az szerintem mindenkit az, hogy hát én tudok hegedülni, akkor népzenét is szeretnék játszani, és lassan-lassan szerintem így az évek során mindenki egyszer csak megpróbált egy hangszert szerezni magának, és beállni a helyi táncászenészek, vagy akár az adott közdőzenészek mellé. Azt hozzáteszem, hogy szerintem mindig egy nagyon-nagyon szerencsés generáció vagyunk olyan szempontból, hogy sikerült elkapni még az utolsó adott közdőzenészeket, és ezeket, hogyha gyerekként akár színpadról, vagy táncházban hallhattuk őket, aztán, hogy kicsit cseperedtünk, akkor már beállhattunk melléjük muzsikálni, úgyhogy olyan szempontból nagyon szerencsések vagyunk, hogy még ezt első kézből kaphattuk meg, úgymond az adott közdőzenészektől. Köszönöm szépen a jó zenét, de hát, ahogy mondják, ide lábom, nem oda, nem a szomszéd faluba, mert a szomszéd faluba nincs ilyen jó muzsika. Az est egyik fénypontja természetesen a Mikulás volt, aki vidám játékokkal és persze a tőle megszokott ajándékokkal díjazta a résztvevőket. Az est fergeteges táncházzal ért véget. Húzzuk a másik oldalra! Ott is megfordítjuk!